Elnökválasztást tartottak a 220 milliós Nigériában, ahol a lakosság elsősorban és mindenek előtt a közbiztonság helyreállítását várja a politikai vezetéstől, már több évtizede hiába. Milliók élnek belső menekültként az országban, amelynek északi részét brutális iszlamista milíciák tartják rettegésben. Így aztán az elnök jelöltek ígéretei között visszatérő elem ezeknek a milíciáknak a felszámolása. Összesen 18 jelölt indul az elnökségért, de valódi esélye csak 3 politikusnak van. A kormányzó haladó erők kongresszusa Bola Tinubut, a rivális politikai erő, a korábban kormányzó Demokrata Néppárt pedig egy volt alelnököt, Atiku Abubakart indította. De nagyon sok szavazatra számíthat a mindkettejüknél fiatalabb munkáspárti jelölt, a fiatal városiak körében igen népszerű Peter Obi is. A voksolás rendkívül szigorú biztonsági intézkedések közepette zajlott, urnazárásig az országhatáron sem engedtek át senkit. Ezzel együtt is voltak összetűzések, főleg a fővárosban. A szavazóhelyiségek csak kora délutánig voltak nyitva, aki addig beállt a sorba, még leadhatta szavazatát. Erre sok helyütt még órákkal később is rengetegen vártak.